Én akartam. Majd küldök egy lapot. Ellen, egy perc a felszállásig. Értem. Itt John König. Tudom, hogy nem akartam búcsúzni, de... sok szerencsét kívánok. 15 másodperc. Ellen. Hajrá. Sok sikert. Mindenkinek. Figyelem minden egységnek. Tekintettel a vészhelyzetre, az alfa belsejében az összes belső kommunikációt felfüggesztjük. További utasításig. Hello, John. Rajta. Vedd fel. Mielőtt halálra fagysz. Nagyon vicces. Ez az, aminek látszik? Igen, John. Nemrégiben elvégeztem néhány különleges számítást. Nem az űrdinamikáról, vagy bármi eféléről. Olyasmiről... ami a könyvekben nem szerepel. Viktor! Semmi baj, én csak fecserészek. Kicsit töprengek. Igen. Az nem mindennapi, ahogy fennmaradtunk. Mármint átfutottam a valószínűségét a számítógépen. Azt hittem, a komputer belegebed, amíg kiadja az esélyeket. Közel jártak a végtelenhez. Viktor, ha fel akarsz vidítani, hiába teszed. Na szóval, a számítások szerint már halottnak kéne lennünk. Akkor történt volna meg, amikor elment az eszed? Neked nem szabad dohányoznod. Ó, Dr. Russell se tiltaná meg. Sandra? Nem lesz semmi baj. Bizonyára. Emlékszem, hogy amikor kicsi voltam, mennyire féltem a sötéttől. Milyen különös. Én meg az orvosoktól féltem.
John, töprengtél már azon, hogyan és miért maradtunk életben? Eddig még nem. Tudod a választ? Most nem Istenre célzol, ugye? Ó, nem is tudom pontosan. Én tudós vagyok, nem igen tudok semmit Istenről, de... Nem, ez... kozmikus intelligencia. Én inkább így nevezném. Ami a legjobbkor lép közbe. Ez is válasz. Végső soron feltételezem, hogy mind abban hiszünk, amiben akarunk. Talán ez lenne a realitás. De van egy dolog. A kapocs, ami a tudományt és a misztériumot összeköti. Ettől időnként öregnek érzem magam. Paul? Parancsnok? A számítógép aktiválta magát. Az energia teljes egészében a fő generátor táplálja. Az erőtér működik. Paul, köszönöm. De nem igen tehet már egyebet. Elmehet. Már is, uram. Nem hittem, hogy így ér véget. Paul jó ember, igen. Tessék, egy kis 60 éves konyak. Már 10 éve tartogatom. A megfelelő ünnepi alkalomra vártam. Nos, talán nem mindenki tartaná ezt ünnepinek, de nekem az. Ha van ehhez illő alkalom,